Itt töltöttem végül az éjszakát, ebben a nagyszerű kis apartmanban. Körülbelül másfél óra után sikerült az autót valahogy kiásnom egy motoros segítségével, aki a semmiből fölbukkant. Aztán beértem a városba, szállásnak sehogy nem találtam éjfélkor, mert nem akartam bemenni a központi háromcsillagos szállodába, vereségnek éltem volna meg, úgyhogy itt mozogtam a városban, és egyszer csak valaki elém pattant, hogy segítsen, mit keresek, mondom, szállást, és bekísért az apartmanjához, ahol nagyszerű éjszakát töltöttem. Most már csak abban reménykedem, hogy ahol az autót leparkíroztatta velem, az nem egy olyan hely, ahol a haverjai vártak reggel, és híre hamva sem marad, de nem, itt van a kocsi, vagyis kezdődhet a Bamako extra második napja. Szóval mindjárt támadt is egy kis probléma, pedig hogy elkezdtem a pakolást, már is körbevet vagy több gyermek, és jönnek egyre többen. Nagyon helyesek vagytok. Igen, adjak valamit, tudom. Adok nektek három darab teniszlabdát, mi? A dec. Hiszem, igen, adok még mást is. Azt hiszem, ma kevésbé változatos tájat fogok tudni mutatni. Nagy forgalmi akadályok nincsenek. Ellenben rohannom kell, mert nem szeretnék sötétbe odaérni ez a tábor. Aztán tessék, alig telt el 3 perc, és kiderül, hogy tévedtem. Mégsem fog eseménytelenül telni ez a sivatagi autókázás, csak én gondoltam azt, mint gyakorlatlan sivatagi közlekedő. Én is meg is érkeztem egy nagyon érdekes helyhez. Nézzük csak, mit látunk itt, egy homokváros terület előttem. És az első tevék is fölbukkantak. Egy városba értünk. Egyre többeket lehet látni teljes csadorban, teljesen elfátyolozva. Fő közlekedési eszköz a bringa, ezt megállapíthatjuk. A legszebb várakozásaimat is felülmúlja, hogy ilyen jó úton döngethetek, pláne a tegnapi naphoz képest, amikor azért akadtak földutas szakaszok. Most jó és még jobb utak vannak. 100-tól 150-es átlaggal tudok keresztül döngetni Marokkón, úgyhogy még az a csoda is megesett a sötétedés előtt a táborba ér. Nagyon érdekes, hogy időről időre élet költözik a sivatagba, amikor megérkezünk egy nagy oázisba. Na most azért megálltam egy pillanatra, mert ez olyan érdekes. Valamit termesztenek, húha, ők elbújnak a videózás előtt. Valamit termesztenek, mindjárt oda is megyek, megnézem, hogy micsodát. Ezt viszek, babaszappant, és egy ilyen cukorkát. Hát szigorúan csadorban vannak, fotót nem lehet csinálni, úgyhogy rájuk se fordítom a kamerát. Esetleg most háttal vannak, most lehet. Nagyon örült a kislány a cukorkának, a hölgyek pedig valószínűleg a szappannak, bár nem jöttek ide átvenni a kislány nyapost, ezt adtam el nekik. Én rögtön lekucorodtak, el is fogyasztják a zsákmányt. Most értem be a környék legnagyobb városába, hatalmas oázisba, Zagórába. Érdekes megnézni ezt a folyót, hogy
folyóvölgyet, hogy esős időben mekkora víztömeg zúdulhat le itt ezekkel az erődített támfalakkal, védik tőle a települést. És már kísértünk a tagóréból, ott fönt az erődítmény. A játék kedvéért felveszik egy stoppost. Inni? Nem stoppos volt a fiatalember, hanem inni és enni kért. Adtam neki finom vizet, egy csomag kekszet, amit valamelyik adományozó jó voltából tudtam elhozni. Persze ez még azzal jár együtt, hogy nekem is fogytán van a vizem, és az üzemanyagom nem utolsó sorban. Sajnos ismét kicentiztem a dolgokat. Meg vagyok mentve. Remélem nyitva is van. Igen, ott fekszik egy ember. Hát bizonyára a rohadt nagy forgalom. Yeah! Végre találtam egy boltot, de kínálat kissé szegényes. Viszont van kenyér, de nincs ember. De a gyerekek már is körbevettek. Ja. Yeah. Yeah, welcome. Na most jön a Bamako-nak a izgalmasabb része, pláne egyedül, mert itt eltűnik a GPS jel, vagyis a Google Maps és a Waze és az összes többi, és csak a kapott vagy megvásárolt térkép alapján az égtájakat látjuk, és bizonyos pöttyöket bejelölve, hát állítólag személyautóval is járható ez a terep. Igen, hát ezekre a szakaszokra írták azt, hogy nagyon figyeljen a navigátor, mert iszonyú könnyű eltévedni. Nekem persze tetszik, hogy én most itt nekivágok a semminek, hát körülbelül ilyen utakra lehet számítanom, és ezek sehol nincsenek jelölve. Látok egy kis nyilat, hogy körülbelül a pöttyhöz merre felé, illetve látom a mozgásomat egy nyíl alapján, ugye, hogy merre felé haladok, és ahhoz képest pedig valahol vannak, mint egy jelző karó kitűzve, hogy már körülbelül ide kell eljutni ahhoz, hogy egyszer csak majd jobbra-balra, ide-oda tekeregve, amerre utat találok, eljussak a táborhelyébe. Az autóm az kis alacsony építésű, most kijelentkezem. Tehát most az van, hogy amikor ilyen útelágazáshoz érek, akkor meg kell néznem a térképet, hogy körülbelül melyik égtájat válasszam itt a külsivatagban, ahol Isten tudja csak, hogy mennyi kilométer áll előttem. Eddig megtett 50 méter alatt még nem kaptam defektet. Ez is isteni csodának tekinthető, azt hiszem. Hát most így áll a helyzet, hogy 2,4 kilométert tettem meg légvonalban a bekötő útra való rátérés óta, és légvonalban még 15,4 km váltva, nem tévedek el, néhányszor lekoppant az autó alja, de ezen a gödrön, ezen bizony, ez az autó, ez nem tud átmenni, úgyhogy hidat kell építenem. Yes! Nos, így nézünk ki jelenleg. Már 6 kilométert megtettem, még körülbelül 20 van előttem. Hát most kezdem megfogadni, hogy legközelebb talán ilyen utakon mégiscsak csapódok valakihez, mert most ez a szakasz vár rám, ez a szinte lapos autóval, ami ráadásul egy tiszta homok, félredobáltam néhány követ, de hát azért van olyan szakasz, ahol ez a nagyon alacsony autó. Hát ez nagyon necces, hogy el tudnám irányos lúcs, hogy lentülettől kéne mennem, mire homokos a terep. Ezt a taktikát választottam, hogy a kis ásommal, egy 20 perces melóval kiástam jó néhány követ. Megtisztítottam a terepet, úgyhogy Isten nevében, meg a sajátomban utca neki. Siker! Végül is a legaljasabb ponton a deszkámat is bevetve. Nézzelem.
kell mondjam, roppantul élvezem a helyzetet, hát végül is ilyesfajta kalandokra vágytam. Tehát itt vagyok a nagy kőshivatag kellős közepén, most már másodszor ástam ki az autót, illetve nem az autót, hanem mindenféle hatalmas köveket ástam ki az útból. Itt körbe vagyok véve a kőshivataggal, megnéztem pontosabban, még körülbelül 26 kilométert kell mennem, 11-et jöttem eddig. A 26, azt nem is tudom, hogy 26-e, mert a gond az, hogy itt, ahogy mutattam, itt csak különféle, tehát itt csak azt látom, hogy milyen égtájba áll az autó eleje. Hogy én ezzel az autóval eljutok-e a táborba, vagy ahova ez az út vezet, azon még egy kicsit aggódni kell. Na és itt is a történet vége, ugyanis itt egy vízmosás, és ezen nem tudjuk átvörögedni magunkat a kis alacsony Fiattal, úgyhogy megyünk vissza, ha sikerül oda, ahonnan jöttünk. Alig, hanem eltévedés eredménye volt ez a rettenet, de valahogy csak kijutottam. 120 ásás, deszkázás minden után, viszont most versenyt futok az idővel, mert ugyanez már jelenleg szenzációs út, de még azt írja a térkép, hogy 9 km van hátra, most már egy ideje ezzel jövök. És viszont ha lemegy a nap, akkor ez meg mindig nagyon problémás lehet, de hát legfeljebb akkor alszom a kocsiban, aztán holnap visszajövök, vagy arra, merre jöttem, vagy arra, merre a többieket látom valahogy. Szóval, ha iszonyú messze vagyok a tábortól, azt hiszem ezt eléggé benéztem, mert ez nem 20, hanem 70-80 vagy ilyesmi kilométerre kell még innen lennie. Rossz pontot néztem, azt hiszem a térképen, minden esetre, na mindegy, hagyjuk. Hát olyan még nem volt, hogy valahogy ne lett volna, viszont most már az út fantasztikus. A féle szántóföldi út csak azzal megterelődött kavicsos, viszont itt már megyek, ahogy csak tudok. Ha besőt évedik, akkor még nem tudom, hogy hogyan leszünk. Minden esetre innen az útról fogom az afrikai naplementét megcsodálni. Aztán hát valahogy majd csak alakulnak a dolgok. És még ezt megmutatom, mert most jött el ez a pillanat. Tehát ott már lehet látni az első homokos foltokat. Maga a tábor, az biztos, hogy a homoksivatagi részen van. Választottam azt az utat, hogy valahogy visszavergődik a településre, de amíg ilyen jó az út, addig én ezt nem adom föl, és csak azért is próbálkozom a ki tudja milyen irgalmatlan messze lévő táborra való elvergődésre. Átjöttem egy kemény homokos szakaszon, útelegazáshoz értem. A térképen most megmutatjuk nektek, hogy hova kéne eljutni és honnan indultunk. Itt attól a sárga főúttól, és a célpont a 4-es, az a kis nyilacska volt neki. És eljött a pont, ahol elakadtam. Igen, tehát itt vagyok, de a szikla az csodálatos. Tehát a helyzet az ez. Kedves fele barátaim, ez nagyon durva, de itt megálltam a kősivatagból lett homoksivatag kellős közepén. Gőzöm nincs, hol vagyok, őszintén szólva. De ilyen fantasztikus csendet én még életemben nem hallottam. Mindig azt hittem, hogy ez csak a mese, hogy a zajoktól távol, hát mondom, sokszor előfordul az, hogy bezárom az ajtót, és én csendben szeretek aludni. De hát ez, amit a sivatag közepén van, tehát biztos, hogy vannak olyan zajok a városban, és mindenhol, amit szinte nem is érzékelünk, egy-egy tücsök hegedül, vagy nem tudom, nem halljuk a hangokat, azt hiszük, hogy nem halljuk, de valahol mégiscsak halljuk, szóval ez a fajta csönd, amit a sivatagban van, ez valami elképesztő, rátelepszik az emberre, és mélységesen megnyugtatja.
nem tudom, hogy átmegy ebből valami, de tényleg semmi, de semmi nincsen. A helyzet az, hogy az autóm lerobbant. Kiástam a homokból, körülbelül egy köbméter, nem tudom, akárhány köbméter homokot hánytam ki alul, hogy végül sikerüljön tovább mennem egy lejtőn. Lejjebb mentem, aztán újra elakadtam, sokszor odavertem az alját, aztán eltűnt ez a drága GPS-em, offline GPS-em, tehát eltűntek róla a pontok, ahova tartanom kéne, de hát ezek úgyis beláthatatlan távolságra voltak. Tehát most nem tudom pillanatnyilag, hogy hol vagyok, GPS koordinátaimat nem ismerem, nem tudom, hogy hol van a tábor, és az autóm pedig most bemondta az unalmast, amit nem csodálok, hiszen egyfolytában önindítóztam, kuplunk benyomva 90%-ig, közben full gázt adva, hogy valahogy elinduljak kettesben, hintáztatva előre-hátra, ki a homokból, alá a deszka, ásás, lejjebb, odakoppanás, aztán végül is megfordultam, mert még azt tűnt a legjobb megoldásnak, hogy megpróbálok visszavergődni, a most már nem tudom milyen távolságra a 20-30-40 kilométerre lévő kisvárosba, amiről ugye küldtem a képeket, az sem egy leányálom az a kisvároska, de hát gondoltam, visszamegyek oda, aztán majd csak lesz valami, holnap valahogy csatlakozom a többiekhez. De hát a helyzet az, hogy amikor kiástam a homokból az autót, akkor éppen lefelé tartottam, ott volt egy homok átfolyás, és most, hogy megfordultam, most fölfelé kellett volna abszolválnom ugyanezt, ami nem lett volna egy csekély feladat, amúgy sem, nem tudom, a csillagokból átjön-e valami. De hát egyszer csak az autó se kép sem megadta magát, hogy aztán ez mitől van, a homok ment a motorba, vagy az önindító krepált be, őszintén fogalmam sincs, de ezt a feladatot majd valahogy meg kell oldanom.